lefeküdt alul. Zsebébe volt a telefon. 5 percenként ébresztem. 6-on kívül mindenki megkakál. És ott nézzük, hogy ki nyúljon bele. Tehát, hogy ki legyen az, aki kiveszi a zsebéből a telefont, és beledobja az akváriumomba. És végül abban maradtunk, hogy az olyan borzalmas élmény lenne, hogy inkább felébredünk 5 percenként. És úgy megszoktuk egy idő után, hogy csörgött. Azt átmentünk a másik szobába, hogy mindannyian. A másik szoba az nagyon kicsi. Van 2 fotel benne, voltunk rá 4-en. De átmentünk, tehát vittünk székeket, betakaróztunk, ott beszélgettünk, és úgy eladtunk. Facu meg a nagy szobába, ahol több ágy van, érted, elterülve, úgy el volt a telefonjával a zsebében. Ez is tehetségkör, igen, egyedül elfoglalni egy kocsit. Nem, igaz, Matával volt. Igen. Mert ő már neked már mindegy volt. Mindegy volt. Így van. Nekem ott mindegy volt. Gyakorlatilag miután a... feltakarítottunk. Igen. A parkettám. Milyen jó, hogy nem padlószőnyegem van. Parkettámról feltakarítottunk, úgy mozdulatlan órá. Érted? Tehát levegőt se vett. Nem. De bírta. Az ágyon belelógattuk a voltba. És másnap fel kell. Érted? Ilyen Andy Dart. A hajai. Itt egy kis pamacs. Akkor volt a vízi hullás történt. Ott néztük, hogy hány percenként csörög. Tudod, néztük az órát, hogy most csörög, csak nem tudjuk az elejét, vagy a végét kell nézni, hosszan csörgöttünk. És hogy kettő között mennyi idő telt el, aztán kisakkoztuk az 5 percet. Minden nap ebben. Na jó van, köztünk az a különbség, hogy te benyúlhatsz a zsebét. Vagy esetleg még talán szívesen is be, de mi nem. Az ilyen telefoncsörgéseket úgy hozzá lehet szokni, hát én már úgy alszom, és nyomom a szundit, vagy utána nem is emlékszem, hogy de legalább nyomta volna a szundit, érted? Vagy mellé nyomott volna, és felébred, vagy bármi. Nálunk is volt, és a réd alatt mindig a standard 10-15 perc, mert elmentünk elsőre. Várjál, izé volt! Dom! Ez nem veletek volt, hogy mások volt, az a bala. És Dom sétáltatok a kutyát. Dom. Persze, tehát mindig rám írt, hogy tudta, hogy 9-kor szünet van, és 9-2 perccel, ez a ragyus. Szóval, mennyi? Elment, visszamentünk vibe után, és mondom, szünet. Tudtam, hogy ezen 3 percet jelent. Szünet dombik. Jaj, szünet dombik. Pedig a szünet dombik. A kutyán múlik minden, mint tudjuk, befolyásolja a rég menetét. Lehet, valami nagy bög volt neki. Padme! Mit csináltál? Megint elnyomtad a hírót. Hol lehet, igen. Van itt ilyen sárga tölökendő. Az meg még jobb is. Több dologra lehet használni. Illatosítás. Ha fontos. Nem tudom, allergiás vagy-e. Nem is válaszol. Jó lesz. Örülök neki, aggódtam nagyon. Ha a sűtéses legyen, jó is zárnak. Létszik a kicsit, hogy nem szépen lehet. Szóval, hogy ez egy merőzik. Hát vannak érzékenyek. Nem szeretek itt kifejezetten, az két dolog van, a mesztelen csiga, meg ezek az ezerlábúak, tehát a többivel az annyit bajom. Tudom, én azt szeretné enni, mesztelen csiga. Azt ne legyen. Banánnal. Banánnal. Állandóan ezt kérdezik. Ki evett már csigát, érted? Grill chatter, beszélünk valamiről, Tomin úgy kapcsolódik be, megkérdezik. Valaki evett már csigát? Én már evett egy 5 fábbet. És elindul egy beszélgetés, érted? De vannak itt, tehát most a grill, tehát a Roy.hu-n képgalériába tettem be képeket, tudom én is, tehát csináltam egy ilyen mappát. Tehát oda ezeket már gyűjtöm. De semmi más nem tudom, hogy miután felvettem, bejött az altyával, és ugye nyomta a baromságot, idiótaságokat, olvashatatlan hülyeségeket. Egyszer kapok Pucok Fannitól egy vispet, ez a tasa olyan, mint én. Ezt így... Szívalmazásnak, hogy dicséretnek print screen, kivágtam, galéria.
De mondom... Biztos le tudja? Mit? Hát, hogy ezt mondták róla. Nem, nem tudja nézni. Jól el vannak. Felrakta. Ezek egy gyűjtő. Ezek kincsek. De mondom, a képbeli ilyen most semmi sem. Volt egy másik is, hogy beszélünk valamiről, és akkor egyszer rám visz be, hogy ma rántott húsos meleg szendvicset ettem, mustára. Várjál, utána jön, ja nem, ketchupba. Ezt én is beértem, mondjuk rét közben, tehát kapok egy ilyen frisbee, kirakom. És tudjuk, mivel lehet téged szórakoztatni réd alatt. De másik, réden vagyunk, és akkor ír valami hülyeséget, tudja, hogy kurva idegesítő lehet ez rét közben. Érted, ezt így leírja nekem. Füli, mit csináltál ma egész nap? A Mendon gyűlöleten kívül? Azzal együtt? Más nem. Ez egész ember kíván. Még ekkorából is egészet. Oké. Okay. Olyanból két kicsit. Nem tudom, hogy állsz Mendonhoz? Nem tudom még. Hát mondjuk a horkor állt egy kicsit. Ő is ott állt, hogy is tudom, hogy a tényleg, te is sem aludtam. Hogy aludtál? Mi volt? Elmegyett a lipótól talán, mert azon a környéken motorolja. Szarul. Mit csinált veled Mennon, amikor aludtál? Hát, nem publikus. Fejbe vágott. De mivel? Kezével. Aztán vissza kellett rakni a kezét. Nem állt. Nyúlkát? Aha. Ja, börtönösre vett a figyelmet. Nem, most nem kölcsön. Mit műveltél, Romina? Gyere ide! Szeretném mamutokat, de hát azért... Mit csináltál, Romina? Mondd el! Hát, hogy emlékszek. Ez most szembesítés volt. Meg ő se. Mit?